Sziasztok! Na, hát ugye már vége a húsvétnak egy ideje, és hát én szemfüles voltam, és amikor már unta a család a kalácsot, akkor 40 dekát gyorsan betettem belőle a mélyhűtőbe. Nem egyszer mutattam nektek a kenyérpuding nevezetű, hát az angolok egyik ilyen kedvenc ételét, amit száraz szikkadt kenyérből csinálnak, és egy csodálatos desszert lesz belőle. Na hát most ugyanezt megcsinálom egy nagyon pici módosítással kalácsból is, és akkor így megint csak a már megunt, unottá vált kalácsot nem kell kidobni. Kivajasztam egy ilyen tűzálló tálat, és kalácsnak a felét így az aljára belekockázva. Ez ilyen jól megvan már szikkadva, és lehet minél apróbb kockára, mert annál ilyen tényleg ilyen pudingszerűbb lesz majd a végeredmény, hogyha ugye a tejtől jól szét fog ázni, tehát ilyen egyszer-egy centis kockákra simán meg lehet vágni. Na jó, ezt megvágom, beleszórom a felét. Ez picit több, mint a fele a 40 dekának. Megolvasztottam 6 deka vajat. Azért csak 6 dekát, mert ugye amit kikentem margarinnal egy kicsit, az is volt legalább egy másfél deka, és akkor ilyen 7-8 dekányi összességében ugye bele fog menni. És most nem mazsolát teszek bele, ha már kalácsról van szó, hanem egy kis aszalt áfonyát szórok közé, és felvágom a maradék mihez kalácsot, és azt is rá szórom a tetejére. És amivel le fogom önteni, az 6 tojás, amiben teszek 7 deciliter tejet, hát most jelen esetben 70 dekát. Hopsz. Úgy. De 7,5 deci kéne bele, de most teszek bele még 1 deci tejszínt is. Az habtejszín. Tehát most egy 80 deka folyadék. Teszek még bele 3 csomag vaníliás cukrot. Ez egy vaníliás fahéjas desszert egyébként. Úgyhogy bőven mehet bele ugye a vanília, és őrölt fahéjból, meg egy ilyen, hát így a kanál végével, ez a klasszikus ilyen késhegynyi vagy mokkás kanálnyi mennyiség, és 18 dekagram kristálycukor. Ezt most itt szépen összekeverem, ráöntöm, picit belenyomogatom, hogyha feljön a tetejére, és bemegy a 180 fokos sütőbe, és szép pirosra sütöm, hát legalább egy fél óra szokott kelleni neki, de lehet, hogy kell 40 perc, és ez ugye mindenkinek a sütője válogatja, ezt addig keverem, még a cukor feloldódik benne. Na és most, hogy kikevertem szépen a tejet, ráöntöm a cuccosra, és mehet be a sütőbe. Tulajdonképpen ennyi az egész. Ilyenkor hagyni kell egy picit, hogy szikkadjon, és beleszoktam, meg megmolyókálom, nehogy a alján véletlenül mégis maradjon cukor. Így. Picit hagyom szikkadni, és utána, amikor már látszik, hogy kezdi felszívni a vizet, de ez 2-3 perc, akkor megy be a sütőbe, és készre sütöm, aztán lehet is kóstolni. Na ezt addig kell hagyni sülni, amíg egy ilyen kicsit ropogósra sül a teteje, és már megnyomjátok, nem nagyon jön fel belőle semmilyen nedves lé, mert addigra dermed be. A közepén szokott a leglágyabb maradni, mert ugye kívülről jobban sül. Ilyenkor hagyni kell egy picit hűlni, és ilyen langyosan lehet már szedni belőle. Na így van, ha az embernek gyermekei vannak, ugyanis már menniük kéne lefeküdni, de még szeretnék megkóstolni, úgyhogy nem tudom megvárni, hogy langyosra hűljön. Most kiszedek belőle egy keveset. De a lényeget szerintem, ja, így is meg tudom mutatni. Nézzétek meg, hogy itt közötte a
bedermedt tojástól ilyen, tényleg ilyen pudingszerű. És nagyon finom. Ilyen zselés anyag keletkezik, benne van az áfonya. Teteje egy picit ropog. Egy nagyon-nagyon finom dolog egyébként. Úgyhogy nyugodtan csináljátok meg, főleg ha van ilyen maradék kalácsotok. Jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, könnyű kajákat. Sziasztok!